Jó estét kívánok, a Pannon Televízió híradója következik. Ma január 9-e van Marcell névnapja. 542 éve Hunyadi Mátyás levélben értesítette a pápát, hogy megfelelő segítség mellett felveszi a harcot a törökkel. 397 éve Bethlen Gábor elfogadta a Magyarország fejedelme titulust, elutasítva, hogy király legyen. Most következzenek a legfontosabb hírek egy-egy mondatban. Halálos áldozatot is követelt már a sarkvidéki hideg Szerbiában. Az extrém hideg miatt lassan a fatelepek is kifogynak a tüzelőanyagokból. A hideg miatt csak Szabadkaváros területén 78 vízóra fagyott be az elmúlt napokban. Ma ünneplik a boszniai szerb köztársaság napját és az államalakulat fennállásának 25. évfordulóját. Nem hosszabbítják meg a téli szünidőt a szerbiai iskolákban, a diákoknak szerdán kell visszatérniük a padokba. A tél az úr, Szerbia szerte az emberek életét nem csak a mínusz 15 foknál hidegebb hőmérséklet nehezíti meg, hanem a hirtelen leesett nagy mennyiségű hó is. 11 községben rendkívüli helyzetet hirdettek, 120 embert kellett kimenteni a hófogságából. Egyes helyeken 3 méteres hótorlaszokat fújt össze a szél. Egy vrányai személy megfagyott, közölte a rendőrség. Egyébként nincs már vörös riasztás a hideg miatt Szerbia teljes területén, csak egyes déli vidékeken maradt meg a legszigorúbb figyelmeztetés. Máshol narancssárgára mérsékelték a riasztást. Vajdaságban változatlan a helyzet. Az elmúlt napokban mindössze néhány centiméternyi hó esett, viszont csípősek voltak az éjszakák mínusz 10-15 fokkal, de helyenként akár mínusz 20-ig is csökkent a hőmérő higanyszála. Szerbia csaknem teljes területén továbbra is esik a hó. A helyzet a déli ország részben a legkritikusabb. A Szerbiai Automotoros Szövetség értesítése szerint az utak járhatóak, de fokozott figyelemre intik a közlekedőket, mivel az erős szél és hóátfúvások már több helyen okoztak fennakadásokat. A Kopaonik és Gocs hegyekre az utászok nem is engednek fel pótkocsis teherautókat. Az illetékesek figyelmeztetnek, téli felszerelés nélkül senki se induljon útnak. Svim sredstvima smo pomagali ljudima da izađu iz smetova i da nastave svoj put. U jednom trenutku, u nekim trenucima se dešavalo da nismo se kolege međusobno videli, iako smo bili udaljeni jedni od drugih par metara. Szerbia leghidegebb része Sjenica volt az éjjel, ahol mínusz 33 fokot mértek. Itt továbbra is több falut zár el a külvilágtól a hó. A leszkováciak számára sem könnyebbek a mindennapok, mínusz 25 fokos reggelre ébredtek a dél-szerbiai városban. Vlasotince községben 24, Vladicsinhánban pedig 10 hegyi faluval szakadt meg az összeköttetés. Az éjszaka 120 embert és 70 járművet mentettek ki a hófogságából a belügyminisztérium különleges helyzetekkel megbízott stábjának munkatársa szerint. Hozzátette, főként egészségügyi okok miatt voltak a mentések indokoltak, a helyzetet tovább súlyosbítják a helyenként 3 méteres hótorlaszok. Uvek je znači problem ta Sjenica, ta Karajković i Bunari. Ovaj mi uvek toj lokalni samoupravi pomognemo ako treba neki utarivač buldoze da ode da to račisti. Tamo su baš velike niske temperature. Naravno ja hoću da kažem da ove niske temperature baš prave problem i gledamo da ne ledi, da A tartósan hideg idő már a nagyobb folyókon is fennakadást okoz, a Dunát, a Szávát és a Nagy Moravát is jégpáncél fedi, így a folyami hajózást is csaknem teljesen leállították Szerbiában. Az autóutakat folyamatosan járják a hókotrók, a pályák nagy része tiszta, csupán néhány dél-szerbiai szakasz takar néhány centiméteres hóréteg. Az imankós időjárást még néhány napig el kell viselni, enyhülés a hét második felében vár. Nem csak Szerbiában, hanem a régió és Európa más országaiban is sorra dőlnek meg a hidegrekordok. Amíg a nyugat-európai országokban az 5-10 fokos hőmérséklet sem ritka, addig Finnországtól Moszkván át Görögországig fagyoskodnak az emberek.
Magyarországon a január felhőseget, gyenge havazást és erős északi szelet hozott. Napközben a hőmérséklet legfeljebb fagypontig emelkedik, éjszaka pedig mínusz 25 fokot is mértek. A Balaton jege az erős szélnek köszönhetően feltorlódott, egyedi látványt hozva létre. Horvát szomszédaink is vacognak. Eszik környékén mínusz 14 fokot mértek és vörös riasztás lépett érvénybe. A tenger melléki Makarszkán a hullámok fagytak meg a partra érkezve. Szokatlan fagyok okoztak némi meglepetést, majd a felmelegedést követően az elpattant vízvezetékek. Splitben 50 helyre riasztották a karbantartókat emiatt. Macedóniában is mínusz 20 fok alá süllyedt a hőmérséklet, és folyamatosan esik a hó, ami tovább nehezíti az útkarbantartók munkáját. Berlint is elérte a hideg front, a németeknek a viharos széllökésekkel és hófúvásokkal kell megküzdeniük, a fővárosi gyerekek azonban szánkózásra használják ki a havat. Megdőlt az európai rekord hőmérséklet is, mínusz 42,9 fokot mértek Lengyelországban. Lapföldön is keménynek bizonyul az idei tél, több helyen is mínusz 40 fokot mértek. Mintegy 500 moszkvainak azonban érdekes ötlete támadt, hogy a mínusz 27 fokot elviselhetőbbé tegyék, kerékpáros felvonulást szerveztek az orosz főváros havas utcáin. A zord időjárás azonban nem csak kellemetlenségeket és alkalmi szórakozást hoz magával. A hideg miatt veszélybe kerültek az utcákon közlekedők, a hajléktalanok és a Görögországban veszteglő több ezer migráns is. Az eddigi adatok szerint legalább 24-en fagytak halálra Európában. Rohamosan fogy a tüzelő a fatelepeken, és a gázfogyasztás is lényegesen megnövekedett az elmúlt napokban az extrém hideg miatt. Olcsó megoldás már nincs, muszáj feltekerni a hőszabályzót, ha nem akarunk megfagyni. Farkasordító hideg volt az éjjel. Az emberek próbálják melegen tartani otthonukat, ki tűzifával, ki szénnel, ki gázzal próbál fűteni. Az extrém hideg miatt lassan a fatelepek is kifogynak a tüzelőanyagokból. Az járt jól, aki még a nyáron beszerezte a tüzelőanyagot. Megnyugtató, hogy a tüzelőanyagok ára egyenlőre nem emelkedik. Aggasztó viszont, hogy több fatelep is készlethiánnyal küszködik. Most arra jutottunk, hogy hát kicsit később szintézünk, nincs mit árulnunk, ugyanis volt raktáron készletünk, azt két nap alatt eladtuk. Úgyhogy még az új mennyiségek nem jönnek, addig sajnos nem tudunk nagyon kínálni. Semmit sem vevőknek, jelen pillanatban csak tűzifát tudunk kínálni. Volt, aki már nem is tudott tüzelőanyagot vásárolni. Kúpja se ilyen a vrijeme sve. Ale ova ostra zima učinila svoje, tako da mi to postalo malo. Mada ima još od 15 dana, ali se bojim di će ovako, pa sam mišljel da kupim još malo više, da dopunim. Najmirniji sam kad vidim da je podrum pun ogreva, onda znam da je zima kao iza mene. Sokan a gázfűtés mellett döntöttek. Megduplázott a gázfogyasztás, naponként követjük, például 3 nappal ezelőtt 193 ezer köbmétert fogyasztott el a hőtelep és a gázművek, most pedig 269 ezeret, tehát ez körülbelül a 70%-kal több a múlt csütörtöktől, amikor indult ez a hideg hullám. A hideg miatt tehát megnőtt a fogyasztás, ez pedig a családok költségvetéseit is emelte. A szabadkai gázművek biztosított minket arról, hogy ha valaki nem tudja kifizetni a gázszámláját, akkor sem marad fűtés nélkül az extrém hidegben. Persze később rendeznie kell a számlát. Több helyen is befagytak a vízvezetékek és a vízórák a hideg miatt. A szabadkai vízművek és csatornázási közvállalat az elmúlt pár napban már több vízórát is lecserélt. Érkeznek bejelentések befagyott csövekről is. Mondott, hogy hát ez a cső micsoda. Az éjjeli fagy a Tímár családnál is gondot okozott. A központi fűtés állt le, mert a csőrendszerben befagyott a víz. A hőmérő mutatója jóval a nulla alatt volt. Nagyobb baj nem történt, a csövek épek maradtak, és ma délelőtt már ismét elindult a rendszer. Ehhez azonban kellett egy kis segítség. Hoztam egy hősugárzót, amit ráállítottam a pumpára, egy ilyen elektromos hősugárzót, illetve egy gázpörkölőt, amivel pedig a csöveket melegítettem végig, és ezt gyakorlatilag egy óra hosszán keresztül csináltam, mire a víz nagy nehezen megindult a rendszerbe. De hogyan kell szakszerűen felmelegíteni a vezetékeket, illetve hogyan lehet megelőzni a bajt?
gázpörkölővel esetleg meg lehetne próbálni a levegőt megmelegíteni. Nem szabad a direkt a csőre rá irányítani, lángotni, hogy kiolvasztják a csövet, viszont pörköl melegíteni azt a területet, ahol a megfagyás történt. Csak nehéz megállapítani, hogy hol van megfagyva. Megbecsukni persze a nyílásokat, hogy a szervezést, a kilehűlést megállítsák továbbiakban. Télen nem csak a csövek, hanem a vízúrák is befagyhatnak. A fagyás arról állapítható meg, hogy a tetején lévő üveg szétreped. Az elmúlt napokban a szabadkai vízművek és csatornázási közvállalat munkatársai 78 vízúrát cseréltek ki. Vízúrasaktokat, a pincéket jól meg kell védeni megfagyástól. Ez a leghatékonyabb módja a vízúrasaktokban, ez a dupla fejlap az, ami az igazi jó megoldás. Hát a pincék meg ajtók, ablakok be legyenek csukva, és hogy ne legyenek betörve az üvegek, még tehát ne szereljen ki a hideg. A következő napokban is fagypont alatt marad a hőmérséklet, napközben is csupán -4, -9 fok várható. Pár fok mínusz pedig már elég arra, hogy a vezetékek vagy vízórák megfagyjanak. Ezért odafigyeléssel próbáljuk meg megelőzni a bajt. Hattyúk estek a Duna fogságában a napokban Zimonynál. Egyes hírek szerint belefagyott a lábuk. A szakemberek úgy vélik, a befagyott folyók akár végzetesek is lehetnek a madaraknak. Több médium is foglalkozott a napokban azzal a hírrel, hogy néhány hattyú Zimonynál odafagyott a Duna jegéhez. Jobban mondva, a lábuk befagyott a vízbe, miközben aludtak. A témával a közösségi hálókon is foglalkoztak, ahol megoszlott a vélemény arról, hogy mindez igaz vagy sem. Egy ornitológus szerint a Duna jeges vizek kritikus helyzetet teremthet a madarak számára. A madarakat etetik, nem vonulnak el délre, pedig szükségük lenne a melegebb éghajlatra. Njima trebaju nezaleđene vodene površine na koje mogu da slete, gde mogu da obnove energiju, gde mogu da nađu hranu. To bi bile akumulacije centralne Srbije koje su u brdima i koje su sve dosad zaleđene. Tako da ptice više nemaju uslova da se odsele. One su ovde u zamci. Ako se zaledi i Sava, one su mrtve. Zimony önkormányzata mindent megtesz, hogy megvédje a környék hattyúit. A helyieket is erre kérik az illetékesek. Labudovi predstavljaju ptice koje su apsolutno prilagođene ovim zimskim uslovima života. Znači njihovo mirovanje na ledu, šetnja po ledu, predstavljaju sasvim normalan oblik ponašanja. Njihovo perje je nepromočivo. Jedino što može ovih dana da ih ugrozi jeste nedostatak hrane. Odnosno imaju manje hrane nego što je optimalno potrebno. A Duna szinte teljes felszínét jég borítja Újvidéknél, hatalmas jégtáblák úsznak a folyó felszínén, a parton pedig torlódik a jég. Tudom, hogy már sokan várják a felmelegedést, de egy kicsit még ki kell tartanunk. Marad az extrém hideg a következő napokban is. Felmelegedés a hét közepétől várható. Világos tájékoztatást követelnek a zentai fiatallány Vitéz Barbara eltűnésének körülményeiről a szülők, akik megelégelték a hivatalos szervek kitérő válaszait. A zentai lakosok segítségére is számítanak. A november 25-én eltűnt diáklányt továbbra sem találják. A rendőrség nem adott ki hivatalos információt. A csalódott édesapa az egyik közösségi portálon a napokban intézett felhívást a velük együtt érző emberekhez, hogy menjenek el a Városháza elé január 11-én, szerdán délután 3 órakor. A felhívás szövege szerint összefogással szeretnék felhívni a figyelmet Vitéz Barbara ügyére. A felhívást követően egy petíciót is elindítottak az interneten. Az összegyűjtött aláírásokat Nebojša Stefanović szerbiai belügyminiszternek továbbítják majd. Céljuk elsősorban a rendőrségre való nyomás gyakorlása a lakosság nagyobb biztonságának elérése érdekében. Mégsem alakul meg a segédrendőrség Szerbiában, jelentette ki Nebojša Stefanović. A szerb belügyminiszter kifejtette, valótlanok voltak az ellenzék állításai, miszerint a segédrendőrséget azért alakítják meg, hogy a pártok kádereinek munkahelyeket létesítsenek. Ha megalakult volna, akkor is csak azok állhattak volna munkába, akik megfelelő szakképzettséggel rendelkeznek. Mint arról korábban hírtattunk, a segédrendőrséget abban az esetben állítják fel, ha veszélyben a belbiztonság. Azok jelentkezhettek volna, akik 18 és 50 év közöttiek, munkanélküliek és legalább 4 éves középiskolai végzettséggel rendelkeznek.
Az Európai Parlament Külügyi Bizottsága ma tárgyalta először a Szerbiára vonatkozó 2016-os országjelentés tervezetét. David McAllister, EP képviselő, a szerbiai országjelentés felelőse az ülésen elmondta, hogy a jelentés elismerően szól az elmúlt év politikai és gazdasági eredményeiről, viszont rámutat olyan területekre is, ahol szükséges a magasabb fokú jogi és politikai harmonizáció. Deli Andor, a Fidesz vajdasági európai parlamenti képviselője kiemelte, kisebbségi szempontból elégedettek lehetünk, hiszen a jelentéstervezet külön bekezdésben foglalkozik a kisebbségekkel, és részben már tartalmazza a jelentős témaköröket, tehát jó alapot ad arra, hogy módosító indítványokkal kiegészítse azokat. A közleménye hozzáteszi, a vajdasági magyar közösséget érintő kérdésekben jó együttműködés alakult ki Budapest és Belgrád között, ezért a magyar kormány következetesen támogatja Szerbiát európai útján. Az országjelentés kidolgozása a módosító indítványokkal, leadásával, majd azok tárgyalásával folytatódik februárban, a végleges szöveg elfogadása pedig a márciusi plenáris ülésen várható. Ma ünneplik a boszniai szerb köztársaság napját és az államalakulat fennállásának 25. évfordulóját. Banja Lukában egész nap kulturális tartalmakkal várták az érdeklődőket. A boszniai szerb köztársaság napján Banja Lukában Irinej pátriárka tartott istentiszteletet. A szerb ortodox egyház feje kiemelte, mindent meg kell tenni azért, hogy az ellenségeskedés eltűnjön a világból, és a béke, valamint a szeretet uralkodjon. Díszfelvonulást is tartottak Banja Lukában. Az eseményen az államalakulat harmadik gyalogos ezredének tagjai is részt vettek. A politikusok és katonák mellett diákok, sportolók és civil szervezetek képviselői is megjelentek. Az eseményen Milorad Dodik azt mondta, az ünnep a szerb nép egységességének a napja is. A boszniai szerb köztársaság elnöke kiemelte, másokkal együtt akarnak élni, meg akarják másokkal is osztani a békét és a szabadságot a térségben. Egyébként Banja Lukában egész nap kulturális tartalmakkal várták az érdeklődőket. A vendégek közé tartozik Tomislav Nikolić szerb államfő és Irinej pátriárka, a szerb ortodox egyház feje. Korábban Bosznia és Hercegovina alkotmánybírósága alkotmányellenesnek nevezte a boszniai szerb köztársaság napját. Emiatt népszavazást tartottak, amelyen a lakosok úgy döntöttek, megünneplik január 9-ét. A boszniai szerb köztársaság napja az egész napos megmozdulásokat követően díszüléssel folytatódott. Az egybegyűltekhez először Emir Kusturica szerb filmrendező szólt, utána Szerbia államfője vonult a szószékhez. Tomislav Nikolić kiemelte, szent kötelesség arról gondoskodni, hogy a boszniai szerb köztársaság fennmaradjon és fejlődjön. Ja volim Bosnu i Hercegovinu. Ja ju želim svako dobro, svaki napredak. Ali neka se ne zanose neki ljudi u Sarajevu da ima uspešne Bosne i Hercegovine bez uspešne Republike Srpske. Ne može, kao što mi vrlo dobro znamo da nema uspešne Republike Srpske bez uspešne Bosne i Hercegovine. Milorad Dodik, a boszniai szerb köztársaság elnöke azt mondta, január 9-én az életmódjukat, a nyelvüket és a kultúrájukat ünneplik, az entitás létrehozásáról is beszélt. Ni oslovana iz inata. Te 92. godine oslovana iz potrebe našeg naroda, dakle da živi slobodan, u slobodi, da ima svoju državu. Az eseményen többek között Irinej pátriárka, a szerb ortodox egyház első embere, Nebojša Stefanović szerb belügyminiszter és Aleksandar Vulin szociálpolitikai miniszter is részt vett.
Alekszandar Vučić levélben gratulált Milorad Dodiknak, a boszniai szerb köztársaság elnökének és az ott élő lakosoknak a köztársaság napja alkalmából. A szerb kormányfő reményét fejezte ki, hogy büszkén és szeretettel védik a köztársaságot, ugyanúgy, mint egész Bosznia és Hercegovina békéjét és stabilitását. Vučić kitért arra is, hogy Milorad Dodik mindig számíthat Szerbia támogatására. Hozzátette, sok munka áll a két ország előtt, de a legfontosabb a kulturális és szellemi kapcsolatok fejlesztése. Kedden hoz döntést a Demokrata Párt elnöksége a szerbiai elnökválasztáson való részvételről és a jelöltről, akit támogatnak. Ezt a Betának mondták a DP-ben. A belgrádi média ma azt írta, hogy az ülésen Dragan Šutanovac pártelnök azt indítványozza, sorakozzanak fel Saša Janković ombudsman mögé. A köztársasági polgári jogvédő már korábban bejelentette, hogy versenybe száll az államfői székért. A Blitz szerint a demokraták első emberének célja, hogy Európa párti alternatívát nyújtson, amely felveheti a versenyt a haladó párt jelöltjével és Alekszandar Vučić szerb miniszterelnökkel. A Večernje Novosti és a Blitz is azt írta, hogy vasárnap Šutanovac és Janković egy belgrádi étteremben egyeztettek. Nézzük, mi lesz még a híradóban. A népzenészekből összeállt vajdasági nagyzenekar koncertezett Zentán. Idén nincs olimpia, sem labdarúgó VB vagy EB, ennek ellenére nem maradunk sportesemények nélkül. Nem hosszabbítják meg a téli szünidőt a szerbiai iskolákban, a diákoknak szerdán kell visszatérniük a padokba, áll az Oktatási Minisztérium közleményében. Az elmúlt napokban az említett tárca és az Egészségügyi Minisztérium illetékesei összegyűjtötték az adatokat az iskoláktól a betegségben szenvedő gyerekek számáról. Az eredmény alapján úgy döntöttek, hogy holnap után megkezdődhet a tanítás. Korábban a sok influenzás megbetegedés miatt késleltették a fél év megkezdését. Vajdaságra ez nem érvényes, a tartomány oktatási intézményeiben hétfőig tart ugyanis a téli szünet. A hideg idő miatt pillanatnyilag szünetelnek a munkálatok a Szabadkai Népszínház építkezésén. A felújítás 5. fázisa befejeződött decemberben. A következő építési szakasz a tervek szerint 4 hónapig tart majd, és a teljes homlokzatot az Ivo Vojnović utca felül befejezik. Lehetetlen körülmények között dolgozik a Szabadkai Népszínház társulata. A Jedrán színpadon játszanak, próbálni meg egy régi gyárépületben tudnak. Jako je teško bez pozorišta. Pa ću još jednom ponoviti. Teško je bez pozorišta. Pogledajte u zgradu. Ja sam sad imao jubilej, 20 godina sam proslavio u Subotičkom narodnom pozorištu. Došao sam iz Novog Sada, 96. godine. Ja sam inače živeo u staroj zgradi koja je bila ovde na ovom mestu jednu godinu dana u jednoj sobi. Hatalmas terek, óriási ablakok, pazar kilátás. Ezt fogja nyújtani a Szabadkai Népszínház, ha elkészül. Most viszont betontömböket lehet csak látni belül. Ha minden a tervek szerint megy, 2018-ra a Népszínház építési munkálatai eljutnak arra a szintre, hogy a színpadot, nézőteret és az előcsarnokokat használni lehessen, mondta Kern Imre államtitkár a Pannon TV Szubjektív című műsorában. A tartományi beruházási ügynökség eszközeiből, illetve a község eszközeiből én azt hiszem, hogy nagyon komolyan előre haladhatnak a munkálatok most már nem csak kívülről, hiszen kívülről gyakorlatilag nagyjából befejezéshez közeledik a munka. A belülről is pedig, hát hogyha úgy dönt a városvezetőség, én személy szerint úgy döntenék, hogy a nagy színpadot kellene, illetve a nagy termet kellene minél előbb befejezni. A VMS javaslatára a 2017-es köztársasági költségvetésből 111 millió dinár jut erre a projektre. Sljedećim fazom, znači 7. faza kada bude raspisana, ovaj će biti zatvoren kompletan objekat i počet će se raditi unutrašnji deo starog dela objekta. Tako da i to naravno zavisi od finansijskih sredstava, ali se nadamo da ako ovom dinamikom koji ide ovaj finansiranje će to relativno biti brzo. A Szabadkai Népszínház felújítása 2007-ben kezdődött. Azóta többször is leálltak a munkálatok és kitolták a befejezés határidejét.
Az Iszlám Állam terrorista szervezet felrobbantotta az INA horvát olajipari vállalat Hajána nevű gáz- és olajlelőhelyét a szíriai Homs városától nem messze, írta a Večernja List című horvát napilap. A horvát külügyminiszter megerősítette a hírt. A szíriai helyzet miatt a MOL irányítása alatt álló horvát társaság 2012 óta feladta ottani mezőit, de hírek szerint a kitermelés azóta is folyt. A terroristák azt állították, a lelőhelyek a Bashar al-Assad rezsim gerincét képezték, és naponta 3 millió köbméter gázt termeltek, amelynek nagy részét katonai célokra használták fel. Tettükkel szerintük nagy kárt okoztak az Assad rezsimnek, amelynek most nem csak a gázellátással, hanem az áramellátással is problémái lesznek. A kaliforniai álom Damien Chazelle Modern Musical jelett a helyi idő szerint vasárnap este a Hollywoodban megrendezett 74. Golden Globe díját adó gála nagy nyertese. A film mind a 7 jelölését díjra váltotta és rekordot ért el. A mintegy 100 tagot számláló akkreditált külföldi újságírók szövetségének díját adó gáláját a filmes díjszezon legnagyobb nézettséget vonzó műsorai között tartják számon. A rendezvényt az Oscar előszobájaként is emlegetik. Damien Chazelle a Kaliforniai Álom című filmjében Emma Stone és Ryan Gosling szerelmes párt alakít, akik pályakezdőként próbálnak befutni Hollywoodban. Gosling és Stone is Golden Globe díjas lett a Vígjáték vagy Musical kategória színészei mezőnyében. A Hollywoodban dolgozó külföldi újságírók a Kaliforniai Álom rendező forgatókönyvíróját, a film zenéjét és a produkcióban elhangzó City of Love című dalt is díjazták. Az idei szezon nagy esélyeseként emlegetett Holdfény kapta a legjobb dráma díjat. A filmdrámák kategóriájában a testület az El című thriller francia sztárjának, Isabelle Huppertnek és a régi város főszerepét alakító Casey Affleck-nek ítélte oda a díjat. A Paul Verhoeven rendezésében forgatott El az idegen nyelvű filmek mezőnyében is elnyerte a trófeát. A legjobb animációs filmnek járó trófeát az Utropolis állati nagy balhé alkotói vihették haza. A legjobb női mellékszereplő díjat az 51 éves Viola Davis kapta, akinek ez volt az 5. jelölése. Az Éjszakai Ragadozók című filmben nyújtott alakításáért Aaron Taylor Johnson vehette át a legjobb férfi mellékszereplőnek járó Golden Globe díjat. A televíziós kategóriákban az Atlanta és a The Crown című sorozat, valamint az American Crime Story, az O.J. Simpson ügy című minisorozat kapta a díjakat. A Los Angeles-i gála első díjazottjai között volt még Billy Bob Thornton, a Goliath drámasorozat férfi főszereplője, és Tracy Ellis Ross, a Feketék Fehéren című vígjáték sorozat női főszereplője. Tom Hiddleston az estén a 3. díjat vehette át a The Night Manager színészei és alkotói közül. Az először 1944-ben átadott Golden Globe díjak 26 kategóriában ismerik el a filmes és televíziós produkciókat és alkotóikat. Nagy érdeklődés övezte a vajdasági nagyzenekar vasárnap esti zentai koncertjét, amelyet a helyi művelődési házban tartottak meg. A zenekar vendége Csizmadia Anna népdalénekes volt. A vajdasági magyar népzenészekből összeállt vajdasági nagyzenekar zentai koncertje 3 napos közös próba folyamat eredményeként született meg. Volt olyan, amit csináltunk, megcsináltuk már régebben, ilyen mondható népzenei átdolgozásnak. A lényeg az volt, hogy kigyakorolni valami alapot, amire én rá tudok játszani valami saját fantáziát. Az est vendége Csizmadia Anna, miután 2012-ben első helyezést ért el a Fölszállott a Páva elnevezésű népzenei tehetségkutató versenyen, Budapesten élt, majd Szegedre költözött, azonban ma is rendkívül fontos számára, hogy a hazai közönség előtt is rendszeresen felléphessen. Vajdasági embereknek mindig a legeslegjobb énekelni számomra. Ahogy ők tudnak tapsolni, ahogy ők tudnak nézni a színpad fele, úgy senki más nem tud. És nem elfogultságból mondom ezt. A
A szervezők szerint a koncert igen fontos üzenetet hordozott magában. Az, hogy a vajdasági magyar népzenészek összetudtak állni egy nagy zenekarra, ez most egy olyan szimbolikus értékű üzenetet is tud hordozni, hogy minden vajdasági magyarnak össze kellene, hogy tartson. A Zentai Est a vajdasági nagyzenekar második turnéjának első állomása volt. A koncert anyagából a tervek szerint CD-lemez is készül, és a szervezők szeretnék Vajdaság minél több településére eljuttatni a programot. Félidőhöz érkezett a 2017-es Dakar Rally. A maratoni szakasz előtt a mezőny La Pazban tölti a pihenőnapot. A verseny felénél a motorosok mezőnyében Sam Sunderland, az autósoknál pedig a címvédő Stefan Peter Hansel áll az élen. Így fogadták a Dakar karavánt La Pazban, Bolívia adminisztrációs központjában. A mezőny először látogatott el Bolívia legnagyobb, közel 3 milliós városába. A román Autonet versenyzői közül Szegmeister Gábor és Dési János szállodában töltötte a szabadnapot. Ez a havas eső vagy jégeső, ez megőrített szerintem minden motorost. Ilyen 1500 kilométert táztunk, plusz 2-3 fokba motoroztunk, ilyen még a liazonokon is, az összekötő szakaszokon is ilyen 120-30-os tempóval jöttünk, tehát lefagytunk. Mondhatom azt, hogy totál jégcsapok voltak rajtunk a motoron, még rajtunk is a ruházatunkon, úgyhogy... De ezért jövünk ide, mert ezt szeressük és erre vágyunk. Dési János is megszenvedett a hűvös levegővel és az esővel. Számára mégis más okozta a legnagyobb gondot az elmúlt napokban. Azzal van problémám a magaslati levegővel, ahogy átjöttünk Bolíviába, kevés az oxigén, és valahogy nem bírja a szervezetem átvenni a ritmust, úgyhogy azt eléggé megszenvedem. A verseny a La Paz újuni közötti maratoni etappal folytatódik, persze, ha az időjárási viszonyok megengedik, mert Bolíviában kisebb megszakításokkal már 3 napja esik az eső. Idén is több rangos sporteseményen szoríthatunk sportolóinknak. Budapesten vizes világbajnokságot és cselgáncs világbajnokságot is tartanak. Újvidék pedig Európa legjobb birkózóinak biztosít majd küzdőteret májusban. Július 14-e és 30-a között Budapesten csobbannak medencébe a világ legjobb úszói, szinkronúszói, műugrói és vízilabdázói. Május 1-e és 7-e között pedig Szerbia is rangos sportesemény házigazdája lesz, ugyanis Újvidéken rendezik meg a 2017-es kötött fogású birkózó Európa-bajnokságot. A vizes világbajnokságon mindenképpen hosszú Katinkától néhány aranyérmet várok, ezen kívül remélem, hogy a férfi úszók is hazai medencében azért szereznek világbajnoki címet. A szerbiai versenyzőtől pedig a hazai birkózó Európa-bajnokságon Davor Stefanektől aranyérmet mindenképpen, ezen kívül Nemes Viktortól is egy érmet várok. Az újvidéki birkózó EB-n Davor Stefanek teljessé tenné gyűjteményét. A szabadkai sportoló ugyanis korábban az üzbegisztáni birkózó VB-ről és a riói olimpiáról is aranyéremmel tért haza. Itt vannak a saját szurkolók, és mindenki itt lesz és nézni fog minket, akkor még jobban fogunk szerepelni, és szerintem biztos, hogy 3 vagy 4 érmet fogni fog a szerb kötött fogású válogatott, és én magam az a célom, hogy Európa bajnok legyek. Az idei évben a nők és a férfiak mezőnyében kosárlabda és röplabda Európa bajnokságot is tartanak majd, és persze folytatódik a 2018-as labdarúgó VB-selejtező sorozata is. A Pannon Televízió január 16-ától idén is várja a sportszerelmeseit a sporthétfőben. Ha velünk tartanak a legfontosabb események mellett, tájékozódhatnak az alacsonyabb osztályú bajnokságok eredményeiről is. Eddig tartott a híradó, a legfontosabb hírek jönnek még egyszer röviden. Halálos áldozatot is követelt már a sarkvidéki hideg Szerbiában. Az extrém hideg miatt lassan a fatelepek is kifogynak a tüzelőanyagokból. A hideg miatt csak Szabadka város területén 78 vízóra fagyott be az elmúlt napokban. Ma ünneplik a boszniai szerb köztársaság napját és az államalakulat fennállásának 25. évfordulóját. Nem hosszabbítják meg a téli szünidőt a szerbiai iskolákban, a diákoknak szerdán kell visszatérniük a padokba.
Köszönjük figyelmüket, ha még több hírek kíváncsiak, látogassanak el honlapunkra, panonrtv.com-ra. Maradjanak továbbra is velünk, ne feledjék, ma este 8:30-tól újabb film a Pannon televízióban. 20:30-tól Velika Frka, a nagy buli, szerb filmvégjáték magyar felirattal. Viszontlátásra!